A dán a Városháza dísztermében először Tóth Barna Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség adai polgármester jelöltje szólalt fel, majd Répás Zsuzsanna Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára tartott előadást a magyar nemzet stratégiáról. Beszédében kiemelte, a stratégia célja az is, hogy a külhoni magyar közösségek gyarapodó közösségek legyenek. Négy olyan aspektusát vizsgáltuk ennek, és próbálja a dokumentum választ találni erre, hogy hogyan lehetnek valóban gyarapodó közösségek a határon túli közösségek. Legyenek gyarapodó közösségek számbelileg, szellemileg, gazdaságilag és jogi értelemben. Pásztor István, a VMS elnöke elmondta, a vajdasági magyar közösségnek saját magának kell megteremtenie az esélyt a jobb életre. Ennek az esélynek a megteremtésének megerősítését kell megvalósítanunk. Én ezért vállaltam, hogy köztársasági elnök jelölt legyek. Hogy minél több szavazatot tudjunk egy rakásra rakni, hogy azt a rengeteg szavazatot, vagy amennyit összegyűjtünk, sokat, azt tudjuk fölajánlani annak fejébe, hogy a közösségi építkezésünk útján tovább tudjunk haladni. Az előadások után Répás Zsuzsanna találkozott Krizsán Vilmossal, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnökével, aki a szövetség tevékenységéről és a Péter révén épülő nagycsaládos házról beszélt a politikusoknak.